Mi éppen a tavaszi alapozó edzőtáborban vettünk részt Dél-Afrikában, amikor megtudtuk, hogy hát vírushelyzet van, és emiatt hazahívtak minket. Utána elég hektikus volt a felkészülés, volt 2 hét pihenünk, aztán csak egyeket tudtunk edzeni naponta, mert engedéllyel lehetett csak bemenni a klubunkba. Úgyhogy nem volt túl jó, de úgy érzem, hogy elég jól átvészeltük, meg hát igazából nem is volt lényeges így, hogy eltolták az olimpiát egy évvel, nem az az időszak volt így a mérvadó. Most egyébként egy hónapja kezdtünk el úgy nagyjából ugyanúgy edzeni, ahogy előtte, a vírus előtt elkezdtünk edzeni, szóval most már mondhatom, hogy a normális kerékvágásban vagyunk. De itt sem könnyű, hiszen versenyek alig vagy szinte nincsenek, legalábbis hát tétverseny az nincs idén, semmi. Egy OB-nk lesz augusztus végén, jelen pillanatban arra készülünk, ami hát mondhatni, hogy fontos, de igazából nem ez a lényeg. Nem is nagyon szerettük volna ezt az évet kihegyezni a versenyekre. Inkább egy ilyen hosszú alapozást terveztünk, ha már így alakult. A hetem az nagyjából úgy néz ki, ahogy eddig bármikor, hiszen most már ugye semmilyen korlátozás nincsen. Hétfőtől péntekig napi 2 edzések vannak. Alapozó időszakban hosszú edzések vannak, hosszú evezések is, akár ez akár 30-35 kilométert is takar. Illetve mivel elindulunk egy országos bajnokságon augusztus végén, most már azért kezdünk olyanokat is edzeni, amit egyébként normális esetben is edzünk egy verseny előtt, gyorsítások, rövidebb edzések, illetve a párostársammal, Medvecki Erikával is elkezdtünk újra készülni, ami számomra idén igazából a legfelemelőbb dolog. I was a diamond in the rough. Egy napom, hogy reggel felkelünk, itt lakunk egyébként az edzőtáborban, ahol jelenleg is vagyunk, és reggel elmegyünk edzeni, majd utána ebéd, kislányom is itt van, megebédelünk, utána alszunk, szerencsére most már jó alvó, és akkor tulajdonképpen ugyanez kezdődik előről délután. Nyilván ebéd előtt van egy kis időnk játszani, úgymond, meg hát nagyon-nagyon élvezi ezt a társasági tábor életet, aminek nagyon örülök, mert így tényleg mindenkinek a napjába szerves részét képezi, tehát tulajdonképpen már csapattag. Sőt, el is szokott most már jönni a motorosba edzést tartani, amit nagyon élvez, úgyhogy most már szokta is mondani, hogy majd ő is fog élvezni. Jaj, de jó! Igen, így néz ki egy napunk, hogy délután is edzünk, utána pedig tulajdonképpen van egy kis szabadidőnk, és hát megyünk aludni. Azt, hogy eltolták egy évvel az olimpiát, nem ért sokként, hiszen nem egyik pillanatra a másikra dőlt el. Igazából én már örültem is annak, hogy eltolták, mert annyira hektikus volt az elején ez, hogy lehet edzeni, hol lehet edzeni, lesz-e, nem lesz-e verseny, hogy úgy nem lehetett volna felkészülni egy olimpiára. De nyilván a másik oldala pedig az, hogy tulajdonképpen most már egy hónap múlva túl is lennénk az olimpián, amit már én borzasztóan vártam, és úgy érzem, hogy jó formában is lehettem volna akár. Illetve hát azért egy év az
az ember életében nem hosszú idő, de amikor már 20 éve ezt csináld, akkor az egy év is számít. És hát mindig minden rizikófaktor előről kezdődik. Ilyenkor a célegyenesben már azért úgy van vele az ember, hogy már sikerül, de azért egy év még hát nehéz újra tervezni az ember életét. Illetve hát a motiváció hiány is közre játszik, mert nehéz úgy edzeni, hogy nincs mire készülni tulajdonképpen, hanem egy olyan hosszú távú cél van, amire sokszor nagyon nehéz az ember. Sokszor önmagát figyelmeztetnie kell, hogy igen, rendben, jövő héten még nincs verseny, de akkor is egy olimpiára készülök. Úgyhogy igazából nekem a mentális része az egy kicsit nehezebb, mint az, hogy fizikálisan nekem még egy évet ebbe bele kell tenni. De nem érzem azt se, hogy nem sikerülhet így, sőt, igazából nem érzem hátrányát, de elkezdtem volna azért jövőre már a civil életemet, hát az egy évet tolódott.